Augusztusban ismét történelmi rekord dőlt meg a hazai munkaerőpiacon, hiszen az elmúlt közel 3,5 évtizedben nem volt ilyen alacsony a regisztrált álláskeresők száma ebben a hónapban. Hívta fel a figyelmet az MT-hez kedden eljuttatott közleményében Comba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. Az államtitkár a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adataira hivatkozik, amelyek szerint 224.598-an voltak állás nélkül, ami tavaly augusztushoz képest több mint 4.000 fős mérséklődést jelent. Ez az 1,7%-os csökkenés jól tükrözi, hogy a munkaerőpiac stabilizálódása folyamatosan zajlik, és a foglalkoztatás növekedésével párhuzamosan egyre kevesebben keresnek állást, fűzte hozzá. Az államtitkár szerint a munkaerőpiac szerkezete is egyre egészségesebb képet mutat. Az elsődleges munkaerőpiacon dolgozók száma 26 ezerrel emelkedett, miközben a közfoglalkoztatásban résztvevők száma jelentősen 12 ezerrel csökkent, így 57 ezer főre mérséklődött. Comba Sándor különösen figyelemre méltóként emelte ki a nők foglalkoztatásának növekedését az elmúlt hónapokban, ami az aktivitást növelő programok hatékonyságát tükrözi. A kormány minden élethelyzetben segíti a családokat, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára az M1-en kedden. Kon Zsófia kiemelte, hogy tekintettel a tanévkezdésre a szeptemberben esedékes családtámogatási ellátásokat már augusztusban folyósítják. Az államtitkár nemzetközi szinten is kiemelkedő eredménynek nevezte, hogy ingyenes tankönyvekkel segíti a kormány a közoktatásban és a szakképzésben tanulókat. Kifejtette, hogy már augusztusban eljuttatják 4100 iskolába 1.200.000 diáknak a 13 millió tankönyvet. Megjegyezte, hogy az ingyenes, illetve kedvezményes gyermekétkeztetés is jelentős segítség a családoknak. Felhívta a figyelmet arra, hogy újból lesz bölcsödei térítési díj támogatás, amely szeptember 2-ától igényelhető a Magyar Állam Kincstár weboldalán. Elmondta, hogy azok a szülők, akiknek gyermeke szeptember 1-én bölcsödébe jár, havonta legfeljebb 50 ezer forintot igényelhetnek. A gyermeküket egyedül nevelő szülők esetében a támogatás mértéke akár 65 ezer forint is lehet. A támogatást a vidéken élők vehetik igénybe, tette hozzá. A magánszemély és az egyéni vállalkozó ügyfeleinek a Nemzeti Adó és Vámhivatal júniustól folyamatosan küldi az adószámla értesítőket. Ezek alapján több mint 800 ezeren tartoznak, és mintegy 770 ezer magánszemélynek van túlfizetése, közölte a NAV kedden az MT-vel. Kiemelték, hogy érdemes mielőbb rendezni a tartozást, illetve intézkedni akkor is, ha az adószámlán túlfizetés van. A tartozás ugyanis folyamatosan nő, a rendezetlen összeghez késedelmi pótlék is járul, a túlfizetést pedig az elévülés után már nem lehet visszaigényelni. A közlemény szerint, akik elektronikusan tartják a kapcsolatot a NAV-val, azok tárhelyükön, akik papír alapon, azok a postaládájukban kereshetik az adószámla egyenlegéről szóló dokumentumot. Mindenki a küldemény elején találja, hogy kell-e fizetnie, igényelhet-e vissza, illetve 2023-ra keletkezett-e pótléka. Hozzátették, hogy az aktuális egyenleg a NAV ügyfélportálján, illetve a NAV mobil applikációban is megtekinthető az év bármely napján. Egyúttal jelezték, adószámla értesítőt csak az kap, akinek 5000 forintnál több tartozása, vagy 1000 forintnál több túlfizetése van. Akik fizetési kötelezettségüket tavaly nem vagy csak késve teljesítették, és emiatt 5000 forintot elérő késedelmi pótlékuk is keletkezett, azok a pótlékról is kapnak tájékoztatást. Az Egészségablak mobil alkalmazáson keresztül egyre több szakorvosi járóbeteg rendelőbe lehet időpontot foglalni. Jelenleg 95 rendelőbe foglalható időpont az Egészségablak mobil alkalmazáson és a 18-12-es egészségvonalon keresztül, közölte a Belügyminisztérium az MT-vel hétfőn. Azt írták, az Egészségablak alkalmazás ingyenes, azzal könnyen, gyorsan és egyszerűen foglalhat bárki magának időpontot, járóbeteg ellátásra országszerte. Kényelmes, hiszen akár vonaton, akár este, akár hétvégén bármikor lehet vele egyszerűen időpontot foglalni, írták. A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint a 95 rendelőben már több százezer szabad időpont közül lehet választani országszerte.
Felhívták a figyelmet arra, hogy a beutaló nélküli ellátásoknál a beteg maga választhatja meg a rendelőt, így lehetősége van a lehető legkorábbi időpontot kiválasztani. Ezzel is csökkenti az egészségablak a várakozási időt, gyorsítja a bejutást a szakorvoshoz. A tárca vármegyénként közölte azt is, melyik az a 95 szakrendelő, amelybe foglalható időpont. Hozzátették, a lista a következő hónapokban tovább fog bővülni. A kormány a jövőben is támogatni fogja az önkormányzatoknak azt a munkáját, melyet védművei erősítése, illetve a már bekövetkezett természeti csapások esetén a károk elhárítása érdekében végeznek, mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter hétfőn Budapesten. Navracsics Tibor az önkormányzati vezetők, polgármesterek számára a kormány részéről nyújtott Viszmajor támogatási okiratok ünnepélyes átadóján arról beszélt, hogy 13 évvel ezelőtt hozták meg azt a döntést, amellyel központi támogatásban részesítik azon önkormányzatokat, melyek akár természeti csapásokkal szembeni védekezés céljából hajtanak végre, akár pedig a már bekövetkezett természeti csapás elhárítása érdekében kell, hogy végrehajtsanak beruházásokat. Ez a 13 év több milliárd forintnyi támogatást jelentett az önkormányzatoknak abban a meggyőződésben, hogy ahogy a helyi közösségek, családok, egyének számára felső szinten az önkormányzat, az a hatóság, illetve intézmény, amely baj esetén támogatást tud nyújtani, az önkormányzatok számára pedig az állam, a központi költségvetés, a kormány az a tényező, amely rögtön segítséget nyújt, hangsúlyozta a tárca vezető. Ismertetése szerint a mostani alkalommal 34 önkormányzatnak közel 500 millió forint értékben nyújtanak támogatást, védművei erősítése, illetve a már bekövetkezett baj esetén a károk elhárítására. A magyar gazdák érdeke az első, ezért hazánk továbbra is fenntartja az ukrán mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali tilalmat. Jelentette ki Nagy István agrárminiszter, aki hétfőn hivatalában fogadta Tarasz Kacska ukrán gazdaságfejlesztési és kereskedelmi miniszter helyettest. Az Agrárminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az egyeztetésen kifejtette, párbeszédet kell folytatni annak érdekében, hogy a mezőgazdaságot ért kihívásokra megfelelő válaszokat tudjunk adni. Egymás álláspontját mélyebben megismerve lehet megfontoltabb döntéseket hozni. A miniszter reményét fejezte ki azzal kapcsolatban is, hogy a szomszédukban dúló háború minél hamarabb és minél megnyugtatóbb módon lezárul. Nagy István elmondta, hazánk tisztában van azzal, hogy Ukrajna számára rendkívül fontos a mezőgazdasági exportjának zavartalansága, mivel ez jelenti az ország működtetéséhez az egyik legnagyobb költségvetési bevételt. A magyar gazdák érdekében hazánk azonban továbbra is fenntartja az ukrán mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali tilalmat. Ugyanakkor a transport továbbra is engedélyezett, így az ukrán termékek a tengeri szállítás mellett szárazföldi útvonalon is el tudnak jutni a felvevő piacokra, írták. Minden eddiginél korábban indulhat a szüret a hazai alma ültetvényeken. Magyarország legnagyobb termesztő körzetének számító Szabolcs-Szatmárbereg vármegyében néhány feldolgozó üzem már megkezdte a léalma felvásárlását. Írta keddi közleményében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet. A szakmai szervezetek becslése szerint az idén az átlagosnál gyengébb termés várható. A belföldi étkezési és feldolgozóipari igényeket nem tudja fedezni a leszületelt mennyiség. Idén hozzávetőlegesen 150 ezer tonnával kevesebb almát takaríthatnak be a hazai ültetvényeken, mint tavaly. Az étkezési minőségű alma mennyisége a várakozások szerint 90-100 ezer tonna körül alakul majd, míg 220-240 ezer tonna lesz az ipari alma. Jól lehet, 110 ezer tonnára tehető a hazai étkezési alma piaci és 400 ezer tonna a feldolgozóipari kapacitás. Az aszály és a hőség miatt a gyümölcsök mérete elmarad a szokásostól, így főleg az eleve kis gyümölcsű fajtáknál várhatóan kisebb lesz a méret, amit az étkezési almapiacnak idén tolerálnia kell. A ténylegesen betakarítható mennyiséget a szüreti időszak időjárása még akár jelentősen befolyásolhatja. Jó esetben a 350 ezer tonnát is meghaladhatja a termés, míg a legrosszabb forgatókönyv esetén a 300 ezer tonnát sem éri majd el a tényleges termés mennyiség, tették hozzá.
Jelentős terméskiesést okozott, hogy ebben az évben az időjárási károk szinte minden várfajával szembe kellett nézniük a gazdáknak. Szeptember 5-éig lehet jelentkezni az október-novemberi érettségi vizsgákra, közölte az Oktatási Hivatal hétfő reggel közleményben az MT-vel. Azt írták, az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A közlemény szerint az érettségi vizsgákat a kijelölt középiskolák és a kormányhivatalok szervezik, és a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk megtalálhatók az Oktatási Hivatal honlapján. Mint írták, 2024-ben az őszi érettségi vizsgaidőszak október 11-től november 22-ig tart. Az írásbeli vizsgákat október 11 és 25-e között tartják. Az emelt szintű szóbeli vizsgák november 7-e és 11-e, a középszintű szóbeli vizsgák november 18-a és 22-e között lesznek. Az érettségi vizsgákkal kapcsolatos további információk az Oktatási Hivatal honlapján olvashatók, tudatta a hivatal. 27. alkalommal rendezte meg a Komárom Európa Futó Egyesület a fenyves futást, amelyre ezúttal is nagy számban jelentkeztek a versenyzők. A családias megmérettetésre ezúttal több mint 300-an jelentkeztek. A rajthoz állók két kategóriában mérethették meg magukat, így akik a hosszú táv futóinak 13,2, míg a rövidebb távot választóknak 3,2 km-t kellett teljesíteniük. A legkisebbek a város óvodáiból érkeztek, akik egy 100 méteres sprintet vágtak le a jeles nap legelején. Ezzel a rendezvénnyel is a mozgást és a tömegsportot szerettük volna népszerűsíteni, kicsik és nagyok közt egyaránt. Így nagy örömmel tölt el bennünket, hogy évről évre a vármegye különböző pontjairól és a szomszédos vármegyékből is érkeznek a futás szerelmesei, mondta el Horváth György, a KEFE elnökségi tagja. A 3,2 kilométeres távon a verseny végén a férfiak közül Hiák Bendegúz, míg a hölgyek közül Madarász Panka futott át először a célvonalon. A 13,2 kilométeres távon Juhász Patrik Ákos és Telekiné Bárnai Éva diadalmaskodott, így ők állhattak a dobogó legfelső fokára. A díjkiosztót követően a szervező gulyással és frissítővel várták a résztvevőket, így a nap jó hangulatú, baráti légkörben zárult. Csütörtökön napos időre számíthatunk, helyenként gomoly és fátyol felhőkkel. Csapadék nem valószínű. Az északkeleti északi szél több felé megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 14-22, délután 31-36 fok között várható. Pénteken napos időre van kilátás gomoly, valamint fátyol felhőkkel. Helyenként megélénkül az északi északkeleti szél. A minimum 14-22, a maximum hőmérséklet 31 és 36 fok között alakul. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, néhol előfordulhat zápor, zivatar, többfelé megélénkül, helyenként megerősödhet az északi szél. A minimum hőmérséklet 15-23, a csúcsérték 31 és 36 fok között várható. Vasárnap több órára kisüthet a nap, elszórtan kialakulhat záporeső, zivatar. Sok helyütt megélénkül az északi szél, zivatar térségében erős vagy viharos lökések is lehetnek. A hajnali 13-23 fokról 28 és 35 fok közé emelkedik a hőmérséklet, délkeleten lesz a melegebb idő. A jövő hét elején pár fokot visszaesik a hőmérséklet, záporok is lehetnek majd.